gyerekek, egy fantasztikus hajót fogok most megmutatni. Egy van a világon, fantasztikusan brutál nagy, és ha megnézitek, itt áll mögöttünk, ez a Baleáriának a fejlesztése. Érdemes ráközelíteni az oldalára, mert ott derül ki, hogy igazából mi a titka ennek a iszonyat mértékű nagy hajónak. Ugye látszik az oldalán az elektrik felirat és ugye a dugó, ez nem jelent mást az egész. Gondold el, ez a nagy monstrum megállít a kikötőben, Malagában, és a kapitány kiszalad egyetlen egy darab kábellel, és bedugja a dugót a konnektorba, ott kint, és ez a hajónak a gigantikus akkumulátorát tölti fel vele, 14 éven keresztül fog itt állni, hogy föltöltse, 14 éven keresztül, jól hallottátok, addig itt fog parkolni, és miután föltöltötte, akkor tud majd elindulni kifelé a kikötőből, és tud menni egy töltéssel 3 órát. Tehát félelmetesen meg kell tervezniük a programot, hogy hol álljanak meg a hajóval, mert 3 óra múlva ennek kaput vége van, és nem megy sem erre sehova, megy le az óceán mélyére, a tenger mélyére, ha csak nem találnak egy újabb kikötőt, ahol újra be tudják dugni a konnektorba. Tudják, hogy ez a fejlesztés még alapvetően gyerekcipőben jár, de ugye elektromos autózás, elektromos bicaj, elektromos roller, elektromos minden, ez is elektromos végre, de akkora, hogy ezt megmozdítani még nem tudják, csak ilyen módon. Hát kiköt, rádugja a kapitány, kimegy a kocsmába, hazajön, kimegy, hazajön, megnősül, gyerekei születnek, a gyerekei elmennek iskolába, és mikor végre gimnáziumba megy az legkisebb, akkor fognak tudni majd kiállni a kikötőből 14 év múlva. Úgyhogy örülök, hogy erről tudtunk tudósítani itt a How Are You csatornán, úgyhogy ez egy különleges élmény, és fantasztikus lehet a kapitányának lenni egy ilyen hajónak, úgyhogy kövessetek minket, mert a How Are You megmutatja, hogy How Are You? A kapitány valószínűleg fine.